Üdv mindenkinek, Scuderi vagyok, és ismét Alaszkából jelentkezek. Már régebb óta nem jelentkeztem itt az aranyásásos dolgokkal, úgyhogy most újra itt vagyok, és hát lássuk az aranyat, ahogy kell. Éppen ránéztem a szép kis aranycsemre, hogy milyen jól néz ki. Milyen kis kopár, sehol senki, csak én vagyok itt az erdőben, bárhonnan előjöhetne egy barna medve, vagy akármilyen medve. Na, de a lényeg, hogy ott hagytuk abba, hogy van nekem két belül ilyen aranyban gazdag cuccom, úgyhogy ezt fogjuk most kimosni. És hát a maradék haszomból meg valamit kéne csinálnom. Úgy ezt ledobjuk, ezt pedig visszük a mosóba. Hogy megmerítjük, de már nem emlékszem semmire. Soft control, mivel tudom meg... Én nem látom rajta az ikont. Nem ezzel kijöttem. Z, oké. Jó, most látszik. Az előbb nem látszott. Meg is, le is kérjük akkor így, és akkor most megyünk egy E-vel. Így. Na. Oké. Azt mondja, mivel merítjük. Mert már felejtettem. Ezzel. Megmerítjük vízzel, így, ezzel kivesszük, és akkor elkezdjük így locsikálni. És amivel előre döntöm, az a ez, ja. Mondtátok, hogy nem kell vele sokat szöszmötölnöm. Az elsőre kijön az arany, akkor kijön az arany, azt a többit azt meg felfelejtjük. Ott volt már aranylik valami, látjátok? Ami koszos, addig mossuk csak, jó? Még egyszer megmerítem azt, hogyha nem lesz benne semmi, akkor elfelejtjük, a szép tiszta lesz. Ja, úgy néz ki, hogy... Ja, bár nem még koszos. Most... Az is benne van egyébként, hogy amikor ezt felveszem, előtte valami iszonyat mennyiségű update-et töltögettem bele, mert ugye régen nyúltam a játékhoz. Most érdekes, hogy ilyen koszos víz jön ki még mindig belőle. Ez régebben addig mostan, amíg az a víz jött ki, de most általánosan koszos mindig. Na mindegy, ezeket kiszedegetem, ha már itt vagyunk. Na. Ahogy guruljatok úgy, hogy az aranyak látszódjanak, srácok. Hát ez nem igen akar úgy maradni. Akkor fölvisszük oda a szélére, és akkor talán ott megakadnak egy kicsit. Nem akadnak meg, akkor mivel kell kiszedegetni az aranyat? Hadd nézzem. Gold pick a shift. Akkor úgy csinálom, hogy így gurgattam őket, és egyszer csak amikor jól látszanak, akkor megnyomom a... Hát ez nem sikerült jól. Így most jól látszanak, jó. Akkor van egyszer ott egy. A csipeszes, ez jó nagy. Bizony, nem volt pici. Az is csipeszes. Végre csipeszesek vannak, nem a szippogatós. Jó, most szippogatós, meg az is szippogatós lesz. Jó, ezt még poénból még egyszer megmosom. Mert ezeknek mindegy, de szerintem akkor itt már nem kell többet mosnom egyébként. Ezt így agresszívebben mosom. És akkor ennyi. Jó, ezzel nem szórakozunk, mert bele a lecsóba. Jöhet a következő E. Ezt ki is kell ide ledobjuk. Megint öntünk bele. Azt hiszem 4 mosásnyi van egy ilyen ibrigbe. Úgyhogy hatékonyak leszünk. Remélem sok pénzünk összejön, mert az a feladatom, vagy az a célom egyébként, hogy... Á, itt most koszos látszik, a víz is koszos, nem látok bele. Szóval az a célom, hogy sok pénzt összegyűjtsek, és végre megvegyem a tier 2-t, hogy... Mondtátok, hogy az királyság ehhez képest. Na, oda, így, oda meríts bele. Még mindig koszos. Elnézést, ha belehallatszik a telefonra, jönnek mindenféle Facebook és egyéb üzenetek. De elfejtettem lenémítani, és messze van tőlem. De lehet, hogy nem hallatszik. Na, mindig koszos. Nagyon rosszul mosok egyébként. Szerintem. Félek, hogy elmennek az aranyaim. Jó, azokat is kiszabadítottuk, úgyhogy most lehet, hogy nyomok egy shiftet mindjárt. Megpróbáljuk kiszedni. Jó, azt nem látjuk, azt látjuk. Csipeszes, szuper. Jó, hát ezek eléggé komolynak tűnnek. Lehet, hogy meg lesz az egy uncia. Oké, az csipeszes. Volt egy töltéspont, és el tudtam csipni. Jó. Oké. Ezt még egyszer megmossuk, mert azért itt még kicsit koszos volt. Jó, ez már annyira nem koszos azért.
Hát ilyen másodkörben már nem igen szokott arany kijönni belőle, egyszer kijön, az kész, ja, oké, jó, megy a, ez is ki. Jöhet a következő. Haladjon a mosás. Hogy állunk egyébként? 5 perce megy, jó van. Hát reményeim szerint ezt kimossuk, ezt a, az adagot, én bízok benne. Megpróbálok nem tökölni sokat vele. Oké, ez már szinte koszosmentes volt. Még mindig koszos egyébként ez még, de... Nem tudom, addig koszos, amíg arany van bent? Tehát ha kiveszem, akkor lehet, hogy már nem. Hát ez a 4 darab, ez olyan defaultnak tűnik nekem. Na kapjuk el, menet közben is lehet. Az egy szippogatós. Az egy csipiszás. Az egy szippogatós. És az is egy szippogatós, jó. Hát ebben már sportot üzök. Ilyen másodmosásból, de egyszer lássak benne aranyat, most kiment egy csomó. Nem igen látni ebben már semmit, megy ez is a lecsóba. Így is elég jól hoz, jó van, már fél uncia van majdnem. És akkor a bérleti díjat is majd meg kell fizetni, de hát az még ráér elvileg, mert még csak 4 nap telt el a aranyásos történetemből. És hát az nem sok, hoppá, majd ellöktem az egész cuccot. Az, hogy hogy mosom, az nagyjából kb. Mindegy, nem? Hopp, ott egy arany nagyon ugrál. Ebben csak 3 lehetséges ez? Vagy csak jön, nem jól mostan, mindegy, majd kiszedegetjük, aztán 4.24, 4.57. Uff, hát ez elég kis picinke volt, 59. Na, ez komolyabb volt, jó. Nézzük akkor ezt még egyszer, nézzük meg azért, mert ebben nem volt annyi, mint amennyire számoltam. 4 darabnak kell, de lehet, hogy egyet kiborítottam. Jó, hát ebben nincs semmi. Így, amikor belemegy, akkor lehet főleg látni, mert itt másra semmi nincs, jó. Oké. Okay. Hol is vagyok? Itt vagyok, ide ledob. Dob le, ahogyani. Azt hiszem ez utolsó borítás. És kiürül a... Sőt, hát ebbe ez kiürült. Ebbe meg volt. Hát... Cinkes lesz az egy uncia terv. Ebből a mosásból, de azért az egy uncia azért az nem rossz, nem rossz. Kíváncsi vagyok, hogy az update-ek hoztak-e valami módosítást abba, hogy eléggé fapados volt az aranytömbömnek a cipelése. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy nem tudtam kézbe vinni, be kellett raknom azt a drága aranytömböt. Csak két miért vettem ki? Drága aranytömböcskét be kellett raknom a kocsinak a platójára, ami elég gáz. Jó, körkörösebb próbálom ám, csak hát nem mindig sikerül, meg nem merem dönteni se. Na most el, ebbe csak egy nyamvat 10 volt, hogy én mosom bénán, az is lehet. Na nézzük még egyszer. Na most mosódott ki belőle még egy pár darab. Jó. Hát nem tudom, hát ez csak egy lenne, lehet, egy van, hát ez nem igazság. Na mindegy, kiszedjük. Lehet, hogy bénán mosom egyébként, most nem látom a caps lockot. Na, egy... Legalább csipeszes ez is valami. Hú, ez egy komoly, komoly dolog volt, több mint fél. 0,05-ös, 0,6-os volt inkább. Jó. Hát ezt még egyszer megnézzük azért, ha már... Hopp, 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 egy jó részét kiszórtam, ahogy látom. Még jó retyós. Ja, felét kidobtam. Jó, van, mindegy. Jó, van, menjetek a lecsóba. Mindegy, ez elég jó mosás volt. Na hát ebből biztos, hogy nem lesz egy uncia most már. Tuti biztos. Melyik a... Ja, ebbe van, akkor ezt ide közelebb rakom, hogy ne hibázgassak annyit. Oké. Okay. Nagyon agresszíven mostam az előbb, és szerintem az volt a bajom. Na, ebbe azért megvolt a
kis ezé. Szerintem az addig koszos, amíg ki nem szedem az aranyat belőle. Úgyhogy most kiszedem. Na, ebből 4 gombócka van, az jó. Na, shift. Mindig kapszlokot nyomok. Oké, ez szippogatós, ez látszott rajta. Az is szippogatós. Mi ez? Mobilvas. Jó. Erről beszéltetek, hogy egyszer csak beesik 40 uncia arany, mert szerencsés voltam. Ó, hát ez jó hír. Eldobom a lapátot olyan messzire, amennyire csak lehet. Hát akkor gyerekek, itt ez királyság. 39,61 uncia. Hú. Mindegy, ezt már kimossuk poénból is. Azért, de most már ezzel nem killódunk, ezzel az izével. Ezzel a fajta izével. Nem, már behagytam a vizet. Van ilyen opció. Ugye, most belerakjuk. Oké. Hoppá, hoppá. Szerencsére ez nem borul ki. De viszont kiürült. Jó, mindegy. Így elnagyoltam. Nincs is benne víz. Na, ezt a kis fél, gagyi kis fél unciámat azért kimossuk belőle. Ne legyen már itt probléma ebből. Hopp, 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 hopp. Azért óvatosan, mert lehet, hogy ebből is találok még 40-et. Hopp, ott a 4 gombócom. Ennyi. Ennyi volt. És ezek nem is olyan rossz gombócok egyébként, ilyen nagyobbnak tűnnek. Na hát ez most nem szerencsés helyzet itt, de megpróbáljuk kiszedni. Csipiszes. Lehet, hogy meg lesz a 40 unciám. Most meg az a cél. Jó. Dölöngetnem kell, mert nem látom őket. Oké, királyság. Megvan. Jó, hát 40 uncia ebből nem lesz. Főleg akkor, hogyha elfogytak az opcióim. Már hogy nincs több. Nincs több kiburítandó cucc. Azt mondja, hogy ez a vödör, ez üres. Igen, ez üres, tehát ezt ide elrakhatjuk, ez üres. Ez a vödör szintén üres, ez is mehet ide. Ebben meg sose volt, nem? Ja, ebben meg sose volt, tehát akkor ennyi volt. Gyerekek, hát 39,793 uncia arannyal a zsebemben. Beálljunk a városba. Gondolom ez nálam van mindig. Nézzük meg, hogy történt-e valamilyen állokkos cucc, de nem nagyon. Nem. Itt sincs semmivel tudok ügyködni, ugye, hogy ennyi aranyam van. Nincs. Sem. Jó. Azok ilyen mindenféle kramancok. Jó, hát itt nem tudok semmit csinálni, úgyhogy bemegyünk a városba. Este van. Mennyire van este? 19 óra. Hát... ennek a nagy jó napnak az örömére aludhatunk is egyet, úgyhogy megyünk aludni. Korán lefekszünk, mert hajnalig alszunk. Korán lefekszünk, mert szerencsénk volt végül is. Aztán megyünk is. Kocsiba van üzemanyag. Hallatszik a hangja is, most ezek szerint. Jó, itt van fénye. Ja, azt bekapcsoljuk, és akkor kézifék az X, vagy a Space. Kamera az pedig a... kettes? Ja, ez kell nekem, hogy jobban tudom. Jobban látom, hogy egy kicsit látványosabb is így vezetni. De nem ez a kamera kéne nekem. Ez, amikor itt tudom tekergetni, ez az. Vagy csak arra fele kell mennem, ja. Úgy. Jó, hát most eladjuk ezt a sok-sok cuccot. Ezt az aranyat. És hát megcélozzuk azt a tier 2-es holmit. Amit szintén mondtatok a komment szekcióban, hogy ez mekkora királyság ehhez képest. És szerintem így végre eldobhatom a lapátot tényleg. Mert én bízok abban, hogy a következő sessionben már valami, itt tudom én, markológép összejöhet. Ennyi aranyból illene, nem? Vagy nem? Nem tudom, majd úgyis kiderül. Valaki járó ott van, szerintem ez lesz az. Gyerünk, meg tud csinálni. Így van. Na, hát akkor most megyünk itt nagy gázzal a város fele. Talán még emlékszem az útra, már régen volt. Múlt hét ugye kimaradt.
Úgyhogy valami falunk kell átmenni, ezt tudom. Tölt, úgyhogy ez a töltőképernyők ezek még nem oldódtak meg azóta se, pedig mondom valami, nem is tudom, 6 vagy még több gigabájtot lehúzott ilyen frissítést, ahogy néztem. Bár azt is írtátok, hogy képes egy markoló, egy újonnan bekerült markoló is ilyen 4 gigát lehúzni. Tehát, hogy annyiba kerül egy ilyen új content benne. Úgyhogy, ja. Na mindegy, szép napos időnk van, nem tudom, hogy tessék az esőre, nem emlékszem most így kapásból. Nincs meg már, így emlékeim között. És megyek előre, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Szerintem elmegyek hozzá Kovácshoz. 75 aranyam van, nem tudom, azért megcsinálja nekem a bizniszt. Szerintem ezt elszúrtam, ezt a kanyart, igen. Ugye betölti a képernyőt. A visszatolatás, ez egy komoly művelet, oda kell múltat tölteni, így van. Visszatolatunk, és ahhoz képest, hogy most rontottam el az utat először, nem is olyan rossz. Itt el kell menni a tó mellett, azt tudom. A tó mellett meg ki kell jönni egy ilyen nagyon rossz minőségű kanyarodással balra. Rossz úton balra. Igen, itt is belemehetnék a patakba, de nem teszem. Így van. Kacsa hangok, meg ilyenek, és valahol itt van a főjárat, itt lesz, így van. Hát annyira nem is rossz minőségű, de azért. Jó van, itt megyünk erre fel, és M betű a térkép, nem? De az, hol vagyok? Fogalmam nincs. Nem látom. Itt a kocsi, aha. Ja. Igen, most megyek, és akkor el kell fordulnom még majd balra, a vasútnál. Ja, a vasútnál kell elfordulnom balra majd. Ah, jókor néztem meg a térképet a nagy 200%-os emelkedő előtt. Gyerünk, menjél föl! Ezt a tragacsot is milyen jó lenne, ha le lehetne később majd cserélni. Nem tudom, hogy jó fele jövök-e. Na de, ez a falu. Végülis akkor nem jó, nem arra mentem, amire gondoltam, de mindegy. Vagy hát nem tudom. Nem ott jöttem be a faluba, ahol szerettem volna. Nem, egyúttal odébb. Nem is tudom. Akkor lehet, hogy amikor följöttem a tó mellől... Ha följöttem a tó mellől, akkor jobbra kellett volna fordulnom, így van, és akkor jobbra megyek el a erre fel. Itt jöttem fel, ugye erre fordultam el, és akkor így jöttem most be, de erre akartam igazából menni, így. Mert nekem ide kéne eljutnom erre a részre. Úgyhogy akkor most kimegyek a főútra, aztán visszafele kell mennem. Ez a főút egyébként. A bankban mit tudok csinálni a pénzemmel? Na mindegy, megnézzük. Csak így járom motorral, hogy egyáltalán itt milyen opciókat ajánl fel. Igen, itt van. De gold bar tudok eladni, úgyhogy nincs gold barom. Vélhetően, hát reménykedek, hogy 75 arany elég arra, hogy a kovács megcsinálja nekem a kis aranytömbömet. Utána meg összevásároljuk a tier 2-t. Most nem tudom a tier 2-re, én remélem, hogy a tier 2-nél már nem lapáttal megy a biznisz. Remélem. Bár aztán lehet, hogy ez bilibe lógott a kezem, aztán még mindig lapátot kell ragadjak. Jó. Valahogy be kell kapcsolni a differenciál lockot, illetve ott nem kell, itt kell. Ó, ma két lámpám volt, vagy két fajta, a reflektort nem is használtam. Na nézzük, most ugrik a majom a vízbe, hogy szokták volt mondani, azt megmondják, hogy mennyi pénzbe kerül nekem ez a... Úristen, ennyibe kerül és ennyibe? Értem, tehát 75 aranyam van. 75 aranyam van, most azt mind elhasználjuk egy ilyenre. Ja. Hát ez így működik. Meg is van. Ezt megint be kell raknom a platóba, a szégyen szemre, most ledobtam a lökhárítomra, és ott be is szorult szegény. Oldalról kell így. Jó, ide ledobom. Tehát így, ez szörnyű. Erre, ha mondjátok, hogy erre van valami jobb megoldás, hogy itt ezt a drága aranytömböt. Egyrészt itt a platón cipelem, most be kell ugranom a platóba, hogy azért beljebb legyen a srác. Így ide középre ledobok, mit tudom, félmillió dollárt. Így benézek, hogy megvan-e. És akkor elmegyek vele úgy, itt a zötyögős, rossz úton elmegyek vele, hogy benn van a platómon. Hát ez... Szörnyű dolgok ezek.
Hát én bízok benne, hogy ennél van azért valami kulturáltabb megoldása is ennek. Igen, itt kéne kikapcsolnom a differenciál zárat a betonon, mindjárt megnézem, hogy mi az. A Q betű, oké, kikapcsoltam. Vagyis bekapcsoltam, most kapcsoltam ki, jó, oké. Így. Itt egy kézifékes benyomtunk, oké. Jó, azért kulturáltabban kéne leparkolni ide, mégis a komoly üzletember vagyok, vagy mi. Komoly aranyásó. Oké. Lájtjuk a motort, és kiszállunk. Felugrunk a platóra, és reménykedünk. Most ebből a pénzből, amit ez hoz nekünk, ebből fogunk. Sőt, valamit ki akarok próbálni. Visszateszem. Visszateszem, mert ez a birtokomban van. Ha ide megyek, akkor. Ja, itt van, jó. Mennyi most az aranyár? Ó, még nagyon jó áron van. És ez jó pénz, oké, eladjuk. Mondom, eladjuk. Nem igen támogatja, akkor nálam kell legyen. Hogy ide kell dobnom a bank elé, vagy mi? Ami... Most meg itt sincs. Ja, megérte. De, ezt nem értem, ezt sose fogom megérteni. Mindig az előző eladásomnál is így izgultam, hogy se itt nem volt, se ott nem volt, se pénzem nem volt, se semmim. Jó, most mindegyikből itt egy csinálunk. Hopp, meg kéne indítani a motort először. Megint vissza. Megcsináltatjuk a többit is. Kovács Mester úrral. Mondjuk ez egy hálás meló, itt autókázok itt a nagy pénzekért. Hoppá, ilyen se volt még. Oké. Figyeltétek, ez mekkora baleset volt? Nagyon alábecsültem itt a domborzati viszonyokat, és ugratott egyet a jármű, úgyhogy szépen óvatosan kell itt menni. Pedig valami javítási költség is van, mert vannak ilyen alkatrészek is a járműveknél, ami később szóba jöhet majd. Jó, leállítjuk, azért annyira nem vagyunk még vastagok, hogy itt nyáron motorral menjünk munkába. No, akkor viszont most sok pénzünk van, mindet ki fogjuk égettetni. Így. Jó, berakjuk a platóba, ide ledobjuk. Pedig ennek aztán van értéke, de ide ledobjuk, ahogy kell, úgy. Hogy örülök ennek a 40 unciának. Ez körülbelül ilyen 20 rész lett volna, mire összeszedtem volna ennyi aranyat. Kb. Így önerőből. Úgyhogy én ennek nagyon örülök. Meg jó, hogy ebbe beletették a játékmechanikába, hogy ilyen szerencsés vagy, és itt van ennyi pénz. Hát ez 9000 volt az a kis pici, úgyhogy ez egy komoly mennyiségű lóvé lesz. Most az a baj, hogy a... Jó, annyira nem baj, tehát most attól tartok, hogy elhasználtam az összes aranyamat. Valamennyit tartalékolhattam volna a bérleti díjra, de hát most a tier 2-essel azért csak összejön az a kevéske uncia, amit itt igényel tőlem a bank. Mindig elfelejtem leállítani a járművet, oké. Ezt a súgót is ki lehetne kapcsolni lassan-lassan. Na, most viszont nincs nálam megint az arany, de nem baj, mert ráklikkelek, azt mondom, hogy Shell. Így. Nyomok neki egy cancelt, kilépek, és ott a 47 ezerem, és itt pedig nincsen semmi, és ez így teljesen korrekt. Jó, akkor elmegyünk most a boltba. A boltba megyünk, így van. Elmegyünk a boltba, és megnézzük ezt a tier 2-es holmit. De jó, izgalmas lesz. Lehet, hogy látunk ott új dolgokat is, mert ugye a betöltött frissítés az biztos, hogy valamit hozzátett. Nem tudom, a frissítések az biztos, hogy hát javítsatok ki, ha nem, de gondolom, hogy állítanak a balanszon, már hogy így milyen arányba jöjjön az arany, meg ilyesmin, mert gondolom hozzátesznek dolgokat is. Vagyis van ez, azt hiszem az M betűvel bejön a térkép, és akkor itt a journalba, itt van, így van. Jó, hát akkor együtt lapozunk. Azt nézem, és itt az eszkavátor is. Óhó. 47 ezeren van. 47 ezeren van, de ezek ilyen nagy gépeknek tűnnek egyébként. Vödör az van. Hát... Nem írja, hogy mennyi pénzbe kerül.
Most azt, ja, itt az összeszerelés mutató. Meg kéne néznem, a, mennyibe kerül az exkavátor, meg ez az utánfutó, ez, a, ez is biztos a heavybe van, nem? Nem itt van. Hadd nézzem, várjál csak. Nem, nem így akartam. Nézzük meg ezt a, mi a neve egyébként? Mobile Wash Plant. Ez mennyibe kerül? Az, az itt lesz akkor valószínűleg. Ja, ez az. 13 000, nem olcsó. Nem olcsó. Ezt még megint lehet, hogy lapáttal fogom rakni. Lehetséges? Messze van az ajzé, gyalog. Nem, kijárok. Á, mindegy. Kicsit még ilyen macerás ez a jármű nekem. Mindegy, elmegyünk a heavy izéhez. Azt hiszem, itt kell menni, nem? What? Mi történt? Hallottátok? Kihagyott a motor. Mindegy, talán nincs valami nagy baj. De mintha kihagyott volna a motor. De lehet, hogy csak ott valami bug volt. Na, itt van a heavy izé boat. Nem? Nem ez. Elmentem mellette. Meg ez le van takarva minden itt. De azt az exkavátort meg kell néznem, hogyha betölti a srác. Addig nem akarok költeni, mert nem tudom, hogy hogy jövök ki pénzből. Mert mégis a markoló az a, ami megspórolható lapátolás kárára. Sajnos. Na, álljál meg már. XE. Nekem valami kis csóró exkavátor ki. Small. Ez más. Ez egy homlokrakodó volt. El meg a nagy. Hát őt nem tudjuk megvenni, de ezt meg tudjuk. 28. 28 meg 13, az 30, 41. 41, te jó ég. 41, és akkor marad összesen 6000-ünk. Durván. Ezt felírom, hogy ez 28-ba kerül. Kereken. Jó. Hát 28 000-et kéne megspórolnunk, így az alkatrészek vásárlása után. Hát nem tudom, mennyire drágák ezek a dolgok, de lehet, hogy penge lesz. Szurkoljatok, hogy kijöjjek a keretből. Kénytelen leszek. Hát jó, még ott a B terv egyébként, hogy akkor nem veszem meg most az exkavátort. Tier 2-t mindenképp össze kell rakni. És hogyha az megvan, mekkorát kerültem? Hol is a bolt? Ja, ott. Há, most látom. Jó nagyot kerültem, itt 3 centire volt tőle, de ez, én elmentem a kenyába. Jó, döntsük már el, melyik irányt választom, mondjuk ezt. És akkor itt meg bemegyek, így van. Hát ha 7000-ből kijönne itt ez a maradék, a két nagy mennyiségű, vagy a nagy értékű eszköz kivételével, tehát a 7000-ből meg tud állni a projekt, akkor megnézzük. Na nézzük, akkor mi kell? Kell hozzá egy vízpumpa, de azt vettem, nem? Az... Hát én nem tudom. Mit vettem? Vízpumpát az vettem. Vízpumpa az van. Kábel. 3 vödröm is van. Magnetic szeparátor. Nézzük meg először ezt a magnetic szeparátort, mert az nekem olyan újdonságnak tűnik. Water pump small. Hog, ezek más tészták, ja. Mobil generátor. Water pump, ez megvolt. Ez az, 1000. Jó. Akkor egy ilyet veszünk, egy darabot. Ez mindenképp kell. Add. Oké. Okay. Ez megvan. Szerintem ilyet, én ilyet vettem egyet, úgyhogy egy mobil generátort azt veszünk. Add. Oké. Okay. Jó. Tehát akkor ez megvan, ez a kettő. Ez is elég ilyen fő alkatrész szaga van neki. A vödröket nem kell megvenni, ez megvan. Jó, akkor megveszük azt, meg van itt valami kábel és hoses. Jó, de szeret, hogy ezért kell egyébként. Power rope fat, na szép. Most aztán melyik kell nekem? Hidraulikus. Hot 13 hose, water fat. Jó, mondjuk ezek aztán nem drágák egyébként. Hidraulikus, az nekem nem annyira kell, nem? Víz az van. De viszont nem drága, úgyhogy viszek belőle. Viszek belőle 2-t.
Egyet is viszek, egyet viszek, egyet. Nem kell ez. Ez biztos, hogy nekem nem fog kelleni, de viszek egyet. Power. Ez meg vékony power. Viszek ilyet is. Ez is 30-ba kerül, úgyhogy nem drága. Kettőt viszünk ebből. Meg kettőt viszünk. Ez mi ez? Ez meg hosszabbító. Az is hosszabbító. Jó, ezekből is viszünk egyet. Egy. Ebből is egyet. Ojoj. Lassan megtellünk ám. Ebből is viszünk egyet. Egyet tudunk. Jó, akkor ebbe egyet viszünk. Hát. Szoszó. Megteltünk lassan, azt kell mondjam. Téged elviszlek. Egy. Add. No. Hát. Hát. Én azt mondom, meg vagyunk. Ezek piketek a nyavaják itt. Jó. Szerintem meg lesz ez a tier, így, ez a tier 2. Ezt kifizetjük. 15 000. 15 000. Ó, az jó. Az jó. Az nagyon jó. Jó, finom. Mindegy, mert nem tudom, hát elvileg, ha nem fér fel, akkor majd, gondolom nem veszik el innen, úgyhogy majd jövök érte. Hol van az a, ott van az a nagy cucc, azt kéne először ráaggatnom magamra majd. Ja. Na mindegy, ezeket felrakjuk, az értékesebbjét, a kábeleket, hogyha nem tudom elvinni, az nem olyan nagy baj. Ez jó ötlet volt, oké. Na ugorjunk csak fel ezzel a cuccal. Ide a végébe kéne, hogy le... Az is jó, az se rossz oda fönt. Ha. Na, az ott tökéletes, az ott tökéletes. Próbálok úgy rakodni, hogy normálisan. Azért ezt megnézném élőben, hogy így ugrok be a kocsiba egy ilyen nagy, benzines, elektromos generátorral. Ez egy érdekes szitu mindenképp. Jó, az jó nagy kábel. Hosszabbító. Ez a, vagy a, ja, hát ez mégis egy hosszabbító, egyfajta hosszabbító. Oké, ebből még egy van, ja, ott. Az a kicsihez való. Na. Ez, erre csináltak volna egy föllépőt egyébként. Jó, ez oda leburult. Visszik a kábeleket is. Jó sok gönc lesz rajt. Jó sok gönc lesz rajt, és ez tök jó lesz, a tier 2-t azt majd összeállítjuk a következő epizód. Most haza kéne juttatni. Nem tudom a markolóval mi lesz, ezt talán leszállítják. De lehet, hogy haza kell vele mennem. Mindegy, megveszem. Megveszem. Aztán meglátjuk. Ó. Fölfér ez. Nehogy már két kábel ne férjen még rá. Csak ki ne buruljon belőle útközbe. Meg valami nagy alkatrész, ne felejtsek itt. Hogy? Jó helyre este, jó van. Na nézzük át még egyszer, itt nem látok semmit. Így van, jó, ez tele van. Becsukjuk. Sok göncömet. És akkor... Ez pedig a vonófeje. Mik ezek? Vonófeje az itt van, tehát innen rá tudok tolatni. Jó, akkor kijárunk, aztán rátolatunk. Azt mondja, hogy X. Kézifék. Jó, elég jó. Jó, ez valami bug-szerűség, hogy néha nem hallatszik a motorhang. Jó, nem a kocsimmal van baj. Aggódtam érte most. Rá kellene tolatnom, elsőre nem sikerül, de majd másodikra igen. Oké. Mit kell itt ilyenkor megnyomni, hogy... Hát semmit. Kiszállunk, aztán megnézzük, lehet, hogy nekem kell itt rápattintanom. Á, ez az. Connection. Megtörtént. Mehetünk is. Csak elmegyünk még a... Hát mindenképp úgyis a, az a rossz úton megyünk, a nagy gép... nagy gépek felé. Hát nézzétek meg, hogy csak jó kis szerelvény lett belőle, nem? Mert igazi kis aranyásó leszek. Visszük haza a göncöt. Be se járok, mert onnan macerás lenne kijönni szerintem innen. Megoldjuk a dolgot.
4-re. Meg kell ilyen tolatgatnom. Bár az RTS 2 után biztos azt mondanátok, hogy járjuk be és tolassak ki, az a tuti. Oké, kérek egy ilyet. Na. Várjunk, itt is fizetnem kell biztos valahol. Checkout. Itt nem. Itt kell fizetni. Order. Oké. Okay. Ó, igen, ezt szeretjük. Ezt elvitték nekem automatikusan. Innen el is tűnt. Nem, mert veletek akármikor. Ja, meg később lesznek ugye alkalmazottak is, úgyhogy, ja. Jó, mindegy, most hazamegyünk, azt még ebbe az epizódba megtesszük. Illetve nem, majd azt a következő részben, mert ez hosszú út, meg szépen lassan kell mennem. És a következő részben akkor hazaviszem ezt a gyönyörű szép anyagmennyiséget, a Tier 2-t. Meg kell összeállítani, ezt már szerintem a munkaterületen kell, tehát nem ott fönt a hegyen, ahol a gönceim vannak, hanem lejjebb. És akkor megpróbáljuk beüzemelni, beröffenteni ezt a rendszert, mert ez állítólag ez már hozni fogja a pénzt. És hát itt markolni kell sokat, majd a markológépekkel ugyanazt csinálni, mint a lapáttal, csak markológépen, gondolom nagyobb mennyiségű aranyira jó dolog. Aranyat viszont gyorsan össze kell majd hoznunk, mert a béleti díj az aranyban értendő, és hát kell, hogy legyen tarcsi aranyunk, hogy tudjak miből fizetni ugye bérleti díjat, hogy megmaradjon a terület. Jól van. Én minden esetre megköszönöm a figyelmeteket, remélem tetszett az epizód. Szerencsések voltunk, mint a Stardew Valley-ben, és extra aranyat tudtunk mosni, ezáltal meglett az új set, úgyhogy nagyon optimistán tekintek a jövőbe. Jól van. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, én meg jövök vissza hamarosan. Sziasztok!